Sziasztok srácok, Sándorgolf vagyok az Almond Warfare-ből, és ezután velem a Franky Nishizumi Sensei, nagymester, szia! Szervusztok! Egy ilyen heti kis podcastes dolog lesz, úgyhogy csak háttérképnek van a garázsom, igazából most hallgatni lesz majd minket, inkább mint sem nézni. És abban az apropóból kezdtünk el neki veselkedni, hogy megkaptuk az új nagy patchet, a Black Sea Incursion-t, és ugyebár én teljes mértékben újonc vagyok, azért is a VT4-es van itt a garázsban, mert ő a legnagyobb tektilis tankom jelenleg, én itt tartok az egész játékkal. Viszont ugye Frankinek az egész csatornája is erre épült, csatorna linkje a leírásban lesz egyébként, illetve hát ő egy nagy almarad veterán, mondhatjuk így, illetve klánvezető is volt, vagy még vagy, nem tudom, hogy mennyi az most nálatok. Jelenleg is Igen. klánvezető vagyok. Tehát ő az, aki átlátja a játéknak igazából jól a mechanikáit, és azt ugye kezdettől kezdve azt lehet mondani, hogy mi az az Almanet Warfare, hogy és minden dolog. Nekem el tudom azt mondani, hogy nagyon tetszenek benne dolgok, főleg ebben a Black Sea Incursionben, főleg nekem ez a Headquarter. Értem. Tehát azt, hogy bemész, és akkor ilyen globál térképen minden nehézségi szint szerint ott vannak ugye a PvE missziók, az egyik, ami tetszik. A másik az, hogy megjelentek ezek a szerződéses munkák, úgymond. Neked ezekről mi a benyomásod? Őszintén, nálam is pozitív véleményt hoztak ki ezek a dolgok. A headquarterhez még annyit hozzátennék, hogy régebben is ilyesfajta mechanikán lehetett kiválasztani a nehézséget, viszont ez csak PvE-re volt jellemző. Tehát ugyanúgy, ha PvE-zni szeretett volna az ember, akkor rákattintott és ki tudta választani a nehézségfokot, és ugyanígy egy globális térképen. Viszont a PvP-t ugye csak úgy, mint egy World of Tanks-be úgy lehetett elindítani. Most viszont ugye ezt megcsinálták. Hát most az, hogy ennek volt értelme, mert azért valljuk be a játékban még csomó olyan hiba van, amit inkább azt kellett volna először kijavítani, nem pedig ilyennel törődni. Tehát jó, szép és jó, csak ugye vannak más gondok is. Hát mint igen. Például az én problémám is, ami miatt ugye abba kellett hagynom a játékot. És akkor mondd el, légy szíves, hogy mi az pontosan, és ha bárki tapasztalat valami hasonlót, én nagyon szívesen látnám a komment mezőbe, leírásban, mert érdekelne minket az, hogy ez másnak is jelent gondot. Rendben, a hiba a következő. Játékba bemegyek, tök mindegy, PvP, PvE, Global Ops, Spec Ops. Játékmódtól függetlenül bemegyek, csata, minden szép és jó, írtam a botokat, egyszer csak visszadob a garázsba, de úgy semmi előzmény nélkül. Visszadob a garázsba, a tank bemaradt csatába, nekem viszont nincs lehetőségem visszacsatlakozni a csatába. Alias ennyi volt a csatám. Amennyit csebeztem, annyit csebeztem, és akkor majd jön vissza a tankom, és az eredményt is ugye kapom a csatáról. Hát Istennek, én ilyet nem tapasztaltam, tehát reméljük azt, nagyon ritka a probléma, de azért érdekelne, a több embernek is van, mert talán hágyut írnátok egy levelet róla a komplaint a fejlesztőnek, akkor talán jobb lenne a helyzet is. Ehhez annyit tennék hozzá, hogy ez a probléma amúgy nagyon ritka. Hozzáteszem, hogy az előző kérdésedhez kapcsolva. Nagyon ritka, mert Clan Teamspeak-en is felvetettem a problémát, csak nekem volt. Globál csatba felvetettem a problémát, csak nekem volt. Fórumra feltettem a problémát, semmi választ nem jött rá. Ja. Hát akkor reméljük, hogy nem gyakori. Nem tudom, ezekkel a kontrakt dolgokról, most nekem ez a contract from Changchow Tech, most ebben vagyok igazából többnyire benne. Ezt szóval lehet végtolni, ezekről neked mi a benyomásod, mert lesz itt többféle is RVM-től való kontrakt, az valami stickert fogsz kapni, ha minden igaz. Utána akár prémium tankot is kaphatsz a következő évre, egy prémium Sheridan-t lényegében. Ez viszont tényleg jó ötlet volt, mert ugye... most nem is tudom hirtelen... Szóval 0.16-os patch, ami nagyon-nagyon régen jött be, ez a napi, illetve a heti kihívások, ilyen challenge-ek úgymond. Ennek örültünk, csak a akkori rendszer alapján ezért csak ládákat lehetett kapni, mégpedig vagy ezüstöt, vagy aranyat, amivel lajjúbb elkitörölhetjük a sekünket. Igen. Szép szóval. És
Ugye most ugye a Black Sea Incursion patch-e bejött ez a változtatás, ez a rendszer, hogy napi kihívásokat teljesíted, és akkor azért kapsz ilyen medaliumokat. És X után kapsz ugye 7 nap prémiumot, matricát, meg ugye a prémium Sheridant. Nekem az azzal a gondom, hogy igazából most ilyeneket én a Global Operation-be kell dolgokat megcsinálni, és hát a Global Operation is gyakorlatilag az elején ment. Egy darabig, még én is, amikor most elkezdtem a játékot viszonylag újonnan. De most már Global Operation-be is menjünk, hogy várunk egy 10-15 percet, és a végén menjünk egy 3v3-at a playerek részéről. Így van. Ez a probléma kérlek szépen fennáll már, vagy amióta bejött a Balance 2.0, vagyis a 0.19-es patch. Megváltoztatta a játékmechanikát, és az alapból is kevés alacsony játékos bázist lenullázta. Jelenleg is a PvP-t most azt tartja életbe, nem tudom, ez a heti időintervallum alapján, csak azért vannak most olyan sokan PvP-ben, mert van kint egy event, amit igyekeznek teljesíteni PvP-be, Tier 5, illetve Tier 7-ben. És hogy is mondjam, már nagyon régóta rossz látni azt, hogy PvP-be csak azért megy fel az ember, hogy ezt a küldetést megcsinálja, illetve az adott eventet. Mert úgy van, hogy event van, az az idő alatt csak a PvP-t nyomnak a játékosok. Tehát rányomsz a PvP gombra, azonnal bedob. Viszont amint vége az eventnek, onnantól jön a 10-15 perces várakozási idő, és akkor is csak egy 3v3-at kap az ember. És ilyenkor vetődik fel a kérdés, hogy amúgy akkor mi értelme a játéknak. Illetve az imént említett Global Operations játékmód is, az is csak irritációképpen került be a játékba, legalábbis a részemről, mert az alapból is alacsony játékos bázist úgy is lefelezte. Tehát kevesen játszott a PvP-be, PvE-be, de akkor még kevesebben. Igaz, nekem is szomorú, mert én úgy jutottam ki az egész játékból, nekem tetszett, én örültem neki, van, ezt szívesen játszottam, és azt gondoltam, hogy most fogom kihúzni a modulokat a tankokra, illetve szerettem volna mint a videókban is inkább Global Operation meccseket hozni, és ezt nem tudok, mert 3v3. Pontosan. Illetve még annyit, ha megengeded, visszatérve a hibámra, a problémámra a játékkal kapcsolatban, amivel folyton kidobál a garázsba, hogy ez illusztrálva is van, mivel sikeresen fel tudtam venni videóra, fenn is a csatornámon, és az ott szám az utolsó alkalom, hogy Armageddon játszottam. Tehát ha játszottam is még egy picikét a játékkal, az csak azért, hogy végre fel tudjam venni videóra magát a hibát. Mert elmondani ez egy dolog, meg illusztrálni az még egy dolog. Igen, az a másik. Kaptunk még egy dillert, Oscar Faraday, te így mit szólsz hozzá? Hát olyasmit szólnék hozzá, hogy töltelék. Hát idézőesen töltelék dealer, ugyanis most kapott most hirtelen nem tudom, 5 vagy 6 járművet. És most még pluszban Black... 7, igen, bocsánat. És még pluszban most a Black Sea Incursion patch-e bejött a Tier 10-es Kornet, az orosz AFV. Igen, ilyen mindenféle dél-afrikai meg egyéb járművekkel tele van pakolva. Egyiket másikat úgy kellett nekem is kikereskedni Wikipédián, meg Google, hogy mi a túró, mert még érted nem hallottam róla. Pontosan. Illetve, amiről most ugye tudnod kell, illetve jó tudni, hogy a következő patch-el meg hozzád be a zsidókat. Bocsánat, az izraeli tank ágat. Na, és az valaki olyan ki el szok bekerülni, melyik dealer az? Egy új. Hát ha szabad így fogalmazom, akkor zsidó dealer. Jön be egy ötödik dealer is. Na az meglepetésként, mert ért engem, mert azt hittem, hogy pont azért, hogy amiatt van részben az Oscar Faraday betéve, hogy na, majd akkor ide lesznek a izraeli nem, tankok. nem. Jönni fog egy ötödik dealer is, illetve egy új parancsnok is vele. Na akkor Magás, Sotkál és társai gondolom hidegháborús így van, így van. korszaktól megkezdve. Ami A még a más... Sotkát nagyon, a Sotkát nagyon várom egyébként, akkor legyen tektő ismerkava. Így van. Az akkor nagyon jó lenne. Személy szerint a Super Sherman-t várom a Tier 1, Tier 2-ben, meg Tier 3-ban Shotgun-t, mint Centurion-t.
Aztán Ezt ennyi. csodálkoztam is, hogy végül a mágás került be, mert ugye az izébe is, a War Thunderbe is, mert az mindenki azt mondta, hogy legyen valami amerikai abba BR magasságból, prémium, csak lehet, hogy ne egy Pattern verzió. Hát lett egy pattern Igen. effektíve, nem? M70 Hát pattern szerint. a mágás az az. Igen. Csak zsidó burkolatba. Én is a shotkát vártam volna, amikor beteszik, de azt már nem. Pedig 8 évesen látnánk. Hát itt kíváncsi leszek, hogy ilyen. Milyen line-up lesz belőle, izraeli tankokból, meg hogy nagyjából mikortól. Mert szerintem többet tudsz, mint én, tehát nagyjából a tier 1 az honnan indulna náluk ez a... Tier 1, kérlek szépen, a Super Sherman-tal indulna. Tier 1, Tier 2, a Super Sherman-nak egy, hát maga az a natural, meg a továbbfejlesztett verziója, Tier 3-ot elfoglalná a Shotgun, Tier 4-től, mármint Tier 4-ben azt hiszem ott lenne a magás, és Tier 5-től Tier 10-ig meg a Merkavának a különböző variációi. Ami nagyon jól és kellemesen hangzik a számomra. Egyébként, úgyhogy várjuk ezt a dolgot, nagyon érdekes dolog. Szóval a másik kicsit ilyen, hogy mind a két játékban van belőle. Oda is kattintok itt közben a srácoknak, az XM1-es. Itt ebben a játékban nem nagyon találtam róla leírás információt, hogy mit akartak ebből kihozni, melyik lehet. Én abból gondolom, hogy a Chrysler variációról van szó. Nem is a külső megjelenés alapján, mert egy picit el van nagyolva a jármű szerintem itt. Azt lehet mondani az almaredben. Nem igen tudnám megkülönböztetni a Chrysler meg a GMC-t, de nekem a hangja alapján, hogy amikor várunk bespawnnál, akkor igazából egy ilyen elkezdi túráztatni a motort a vezetők, ezt nem tudom mióta van a játékban, és ott én egy ilyen turbina zúgást hallok, én ebből gondolom, hogy ez Chrysler lehet. Én őszintén nem foglalkoztam vele, hogy Chrysler vagy General Motors, XM1, annyi volt a lényeg. És kérdésedre válasz, hogy mióta van bent ez a motorzúgás. Ez is egy hosszabb folyamat része, ugyanis minimum kettő patch-et meg tudnék nevezni, amiben úgymond újra csinálták, újra frissítették a játékban levő hangokat, mint például a leveshang, motorhang. A motorzúgást például szerintem még a nagy patch, a Balance 2.0 előtt tették be, vagy csak azután. Erre viszont már sajnos nem emlékszem. Viszont nagyon régóta bent van. És a másik furcsa dolog, hogy ugyanis amióta bent van, igazából motorhangot téren nem tudok különbséget tenni. Lehet neked jobb a füled, és meg tudod jobban különböztetni a dízelt, a turbinamotort. Ebben a játékban nehéz, mert nincsenek ennyire kidolgozva a motorhangok, de nekem egyértelműen turbinának hallatszik. Már csak az is, mert a hangja nagyon-nagyon hasonló, ugye az M1 A egy nem régen volt a csatornában egy bemutató, tehát Nagy Ébremsz, aki elég furcsa Nagy Ébremsz, ez köztünk szóval, de neki is ilyen hangja van, amikor húzatja a sofőr így, elkezdik itt túráztatni, úgymond. Azért, Hát akkor... igen, azért mondom, hogy kicsit furcsa, mert igazából egy Tier 7-es felrakva Tier 8-ba. Azt lehet mondani. Csak ugye hitpointban meg egyebekben kapott egy kis buffot, hogy prémiumként élet képes legyen. Igen. Csak ez is olyan dilemma, hogy a nagy patch óta 0.19, Balance 2.0, akárhogy lehet nevezni. A buktató patch, így is tudnám nevezni. Hogy azóta került be az, hogy az Abrahamsnek a különböző variációit, legyen az prémium, legyen az kifejlesztendő, alvázon át lehet lőni. Simán. Igaz, kell hozzá x milliméter átütés, teszem hozzá, ha jól tudom, 600 mm átütés az elég, hogy a Tier 8-as Abrahamsnek az alvázát átvitt, a Tier 10-es Abrahamsnak, annak már kicsit trükkösebb az alváza, azt hiszem nem tudom, hogy hány milliméter átütés, de szerintem egy T14-re annak a simán át tudja vinni APFSD-es lőszerrel. Hát, De jó tudni. ugye még ez az is tűnik rossznak, legalábbis azoknak, akik régebb óta játszanak, hogy mert régebben az Abrams az kemény volt, mint a gátszéle, mutatni így is. Mivel frontból egyetlen egy belövési pontja az a sofőrnek a kémlelője volt. Csak az frontban. Hát mint most a Challenger 1 talán, a Challenger 1 Wolfot érzékelem úgy, hogy ha belőnek, akkor általában vagy toronyforgássérű, vagy az ágyúzává, tehát gondolom, hogy
Ott a sofőr optika környékén. Tudom is Így közben van. mutatni, hogy Ez miről is, beszélek. ez a modulos edzés is, amit most említettél, hogy toronyforgás kimegy, vagy az ávázat megy, vagy pirosra, vagy sárgára. Ez is annak köszönhető, hogy fú, most már nem mondom neked, azt hiszem, az is a nagy pecsen jött be, 0.19, hogy a modulos edzéseket felvitték, főleg az ATG-meknél. De nagyon, tehát ATG-en átüt, akkor egy modult biztos sárgára ki tud vinni. És változik nekem igazából az, hogy most a botok mikor mire vannak csibészeltetve, kapnak egy upgrade-et, vagy állandóan le vagyok láncolva, vagy állandóan toronyforgásom van elő, vagy pedig maga a cső. Tehát mintha a botok máshol lőnének ki, illetve annak a gyakorisága is változik, meg a hajlandósága, ezek a gépfegyveres botok, a gépágyas ilyen BMP, meg egyebek, mennyire spammelik az optikákat a toronynak a tetején. Már az sem mindig ugyanúgy van. Így van. Sőt, elmondom neked, ha jobban belegondolsz, most így elmondom neked, hogy melyik tűnik idegesítőbbnek az, hogy ATGM-mel spammelik a tankodat, jelen esetben már vagy öt patchen keresztül, vagy pedig még nagyon-nagyon régen találkoztál egy géppuskással, tök mindegy, hogy tudott volna lőni ATGM-et vagy nem, repesz gránáttal, géppuskájával spammeli a kémlelődet. Nem az volt az idegesítő, az volt az idegesítő, hogy a repesz miatt sebzett. Nem nagyot, de sebzett. És ez tudott néha vicces pillanatokat szülni egy-egy játékosnak. Hát gondolom, és az ilyenek, hogy erre már nekem most úgy veszem észre, hogy elég jól működik az ERA páncélzat, amiken viszont NERA páncél lenne, az eléggé bizonytalan számomra, mikor működik és mikor nem. Kicsit úgy nehezen tapogatom ki, mivel a helyzet. Ezek így változtak az idők során az ERA és a NERA páncélok? Ebben a játékban? Jó kérdés. Véleményem szerint az ERA az változott is, meg nem is. Ugye régebben volt az ERA páncél. Feltetted a tankodra, mentél csatába, az ERA páncél révében például csak a bot szedte le, azt is a repeszgép puskával, vagy repeszgránáttal, nagyobb kalibernél. Viszont ATFSD-es lőszerek ellen is nagyon jól védett, például a Challenger-re így felszerelted a utólag felpakolt ERA páncéllal, az alvázom már megszűnt, mint gyenge pont a nagyobb kaliberek számára. Most, a nagy pecs után ugye ezt megcsinálták, hogy az alvázát így is át lehet ütni. Hát a PvP-be többet menni biztosan meglátszódna, a különbség PvE-be, hogy a botokkal szemben annyira nem érzem azt, hogy nekem ugye a Challenge 1 sem még nincsen taktívben, nagyon messze van. Még nekem a Wolf Premium van benne. Az is tökéletes Nem szemléltetni. mondhatnám, hogy nagyon lövik a szalvázát. Ha mégis lövik, most ez a nagy ilyen kiegészítő nera, ez szerintem egész jól működik, vagy legalábbis nekem az a illúzióm. Hát ki tudja, lehet szerencséd van, bár az is lehet, hogy ugye mert én már egy húzamosabb ideje nem játszok a játékkal, tehát lehet, hogy valamelyik minipatch-sel megcsinálták azt, hogy az ERA működjön. Erre nagyon nem tudok pontosan nyilatkozni. Én nem annyira, De igen, nem annyira régen, ugye lehet. a karib krízissel kezdtem igazából el, mert annak idején már nem emlékszem, hogy mikor, olyan régen volt. Ránéztem, akkor nem tetszett, majd a karib krízisnél kezdtem el igazából komolyabban venni a játékot, és ugye most ezzel a Fekete-tengeri betörés, Black Sea Incursion-nál lett igazán elfolyó nálam a helyzet. És akkor mi a helyzet a top tier-rel, mert ugye általában váró listákat nézem, hogy csak kiír szépen, hogy Emperor A. Tehát 9-10, az a két tier az igazából, mintha eléggé kihalt lenne. Baromi nehezen lehet rá, úgy látom kapni akkor ezek szerint PvE missziókat is. Ennyire rossz a helyzet, vagy csak nekem látszik így? Ez is egy jó kérdés. Véleményem szerint, hát szerintem csak rossz időben vagy fent, ha szabad ilyet mondanom. Mert ugye PvE-be, ha a naturál PvE-t szeretnéd menni, vagy elég öt ember. Bár mondjuk azt megopszod is, tehát most hülyeséget mondtam. Tehát oda a Q, mert a játékos keresés, annak nem kéne sok időt igénybe vennie. Így se, úgy se. Ha nincs tieredben megfelelő játékos, akkor akár három szinttel alattad levőt is betesz mellé. Ami egy ilyen nehéz pályán például nagyon üdítő tud lenni. Nagyon Tehát felülírni az ember hangulatát.
Tehát a Tier 10-ben játszol lényegében, akaratlanul ki meg tudod szivatni a Tier 7-eseket, mert nem lesz meccs, akkor ide után felszívja hozzá a Tier 7-est is. Pontosan. Nem egy példát tudok erre mondani, Tier 10-en mentem, jó tegyük hozzá, iskolaidő volt és kora reggel játszottam, játékos bázis lenullázva, Tier 10-zel szerettem volna menni, nagy nehezen bedob, és lám, Tier 7-esek is voltak a csapatomban. Nem kell lecsetelnem szerintem, hogy azt a meccset vagy elvesztettük, vagy nagyon-nagyon nagy nehezen hoztuk le. Mert ugye Tier 10, a PvM matchmaking a botokat mindig a legmagasabb szintű játékos szintjéhez igazítja. Igen, ezt szép éppen ma tapasztaltam, hogy én voltam az egyetlen Tier 8-as, rajtam kívül volt még egy 6-os, és mindenki más 5-ös volt. Gyakorlatilag az ébren szállt, a Tier 8-as ébren szemmel nekem kellett úgymond lehozni majdnem, hogy a meccset egyedül, mert ráadásul ilyen gumikerekes kis páncélvadászokkal voltak olyan pályán, ami az Avokátinak a főszállásának a megtámadásával az elég sokat kell alapozni a páncélra, főleg benne a városba. Elég hamar kiullottak a kisebb szintű járművek. Ez az kellemes volt, hogy ketten hoztuk le a csata felétől a végéig. Az egész. Hát abból lett egy ilyen nagyon-nagyon brutális szám a végén, mert több mint 700 ezer kredit lett belepátolva. Na hát akkor még jól is lettünk. Az volt az ébren szemnek. Hát igen, mert nekem maradt minden, úgymond. Egyébként azt nem tudom, hogy jól mondom ebben a játékból kredit, mert ugye... Kredit, jól mondod. World of Tanksből kerít, ugye megszoktuk valamiért ez a Silver Lion meg Golden Eagle a War Thunderbe, és itt egy kicsit zavarban voltam, hogy is hívjam az öt hasút. Kredit, nyugodtan hívhatod kreditnek, a játék fő honlapján is úgy szokták hirdetni, hogy ugye nevelik bizonyos eventekkel a kredit hozamot, tehát kreditnek nyugodtan hívhatod, így hívják őt is. Viszont azért arra kitérnék, hogy aki most kezd, most kezdeni játszani a játékkal, csak ki tudtam nyögni, annak hát egyszerre könnyű ugye, mert a játék nagyon-nagyon könnyű lett az idők múlásával. Ez amúgy, hogy könnyű, könnyű fokozattól indult, tehát még nem egyszerű volt a játék, amikor Open Beta-ba kijött, még azt hiszem 3 évvel ezelőtt, inkább 2. És voltak patchek, amik nehezítették a játékosoknak a feladatait, voltak patchek, amik egyszerűsítették, és utána jött a update 0.19. Az letett az asztalra azt, hogy PvE-be vérthúgyozzál, már csak egy győzelemért is, azt, hogy a csapatodban minimum egy 4 fő szakasznak kell lennie, hogy a meccset egy elfogadható eredménnyel zárjátok le, azt, hogy a másodlagosok meg legyenek csinálva. Igen. Illetve a napi challenge-ek, amikre ugye előbb kitértünk, hogy vannak challenge-ek, amiket szintén csak vagy ismerősi, vagy pedig klántársi segítséggel tudsz megcsinálni. Ilyenek a PvP küldetése, ugyanis jelenlegi klánom, ugye az MPA, az tagjai azok például azt a módszert alkalmazzák, hogy ha PvP-s challenge-et kapnak napinak, akkor fogják magukat, megvannak, egyenletesen el tudják osztani egymást, tehát 2-2-3-3, akkor fogják magukat, egyszerre rányomnak a PvP queue-ra, és bemennek egy csatába, persze előtte megbeszélik, hogy kinek mi a küldetés, és akkor ahhoz foghatóan, hogy elhagyja a másik csapat magát. Igen. Hát érdekes. Én nekem elég, én mondhatom azt, hogy kezdő vagyok, mert azt hiszem, aki a Karib Krízissel kezdte ezt az egészet, hogy a Armored Warfare az mondhatja még magára, hogy kezdő. Nagy Tech Team-be Tier 8-nál jár. Én nekem az is egy érdekes és fejlődő dolog volt, hogy mennyire dobálja nekem a játék igazából a prémium időket, prémium tankokat csak úgy kapok. Igen, ez is egy... A legutóbb egy Tier 4-es T72-es csak úgy kaptam, mert beléptem és ilyen napi ándéként bedobta azt, hogy package arrived, és ugye én egyébként is egy nagyon nagy T72 mániás vagyok, a szexuális másságom, ezzel születtem, és ugye kaptam egy T72-est.
És azért, hogy, hát azért, hogy jól esett a pici szívemnek, és más játékban nem igen kapott csak úgy prémium fizető eszközt, prémium időszakot, pláne nem egy hónapot, meg prémium járműveket. Még erre kitérve, hogy ugye a játéknak a jutalmazási rendszere. Na már most azt hiszem 0.20 óta jelenleg, inkább 0.19-ben ott is volt azért egy szép kis mutatvány a Viacom részéről, hogy a játék jutalmazási rendszere patchről patchre mindig egyszerűsödik. Minél többet kap a játékos, annál könnyebb meggyőzni arról, hogy maradjon. Legalábbis az az én szemléletem, bár a Malcolm nagyjából nem tudok turkálni, hogy ők erről mit gondolnak. Mindegy, lényegre visszatérve, voltak azért a Malcolmnak is vicces húzásai. Mint például, felhoznám példának azt, amikor egy évvel ezelőtt, emlékszem, karácsony volt, mindenki itthon volt, játszottunk, Teamspeak-en fent voltunk, és a honlapon böngészve, illetve Facebookon, rátaláltam egy kódra, event kódra, amivel 7 nap prémiumot kaphat az egyén. Na, ezt benyögtem Teamspeak-en, mindenki azon volt, hogy beírja, és mindenki kapott 7 nap prémiumot. Viszont az egyik látásom megkérdezte, hogy hogyan, megpróbálta azt, hogy még egyszer beírta a kódot, és láss csodát, elfogadta. Na, nálunk a Teamspeak az akkor egy olyan egy órán keresztül úgy nézett ki, hogy mindenki spammelte a kódot, és így egymás után kaptuk a 7 nap prémiumot. Jelenleg nekem úgy van 2 évre előre prémium napom, hogy semmit nem fizettem érte. Az szép. Illetve még a Mycom-nak erről a, vagyis még a mikrotranszakciós részéről beszélünk, hogy volt korábban még fél éve, egy éve maximum egy event sorozat, amivel elkezdték ezt a story kampányt. Ez úgy nézett ki, hogy X időtől Y időig volt egy megcsinálandó feladat, mind a hármat megcsináltad, már ugye megcsinált feladatonként is kaptál jutalmat, de ha mind a hármat megcsináltad, akkor általában prémium tankot kaptál, vagy pedig egy elfogadhatónak mondható, nevezhető jutalmat. Értem. És ez a kampány sorozat volt 5 részből. És a második rész környékén bedobták a csalit, a májkomosok, mert kiadták azt, hogy ha az egyén mind az 5 kampányt megcsinálja, azon belül is mind a 3 feladatot, egy kampányon belül, nevezzük inkább epizódnak, akkor is így neveztek, 5 epizód volt. Egy epizódon belül 3 küldetés. Ha mindegyiket megcsináltad, mind a 3-at ugye egy epizódon belül, és még pluszban az 5 epizódot, akkor kapsz most csak angolul itt eszembe, rare, ritka Tier 9-es prémium járművet. Ez volt az M1 Abrahams AGDS. Szerintem láttad már a meccsbe, találkoztál vele. Nem, még ráig nem. Nem baj, nem vesztettél vele sokat amúgy. Az volt az, hogy vártuk, mint a messiást, mert mégiscsak egy Tier 9-es tankról beszélünk, és igazából csak feladatokat kellett érte megoldanunk, amik amúgy egyszerűek is voltak, mert nem tudtunk megcsinálni, ezt klánon belül megszerveztük, és akkor megcsinált, segítettünk egymásnak. Mindegy, és lényegre kitérve, amikor megkaptuk azt az M1 Abrams AGDS-t, jelzem, ez úgy nézett ki, hogy epizód 5 véget ért, bejelentették, hogy akik megcsinálták az 5 epizódot, azok megkapják ezt a tankot. Vége lett az kampánynak, vártuk az AGDS-t, nem kaptuk meg. Vártunk 3 hónapot körülbelül, hogy megkapjuk azt a tankot, amiért mi küzdöttünk nagyjából 2 hónapon keresztül. Megkaptuk, és most figyelj, mert ez nagyon-nagyon ritka, egy kalap szar. A maga a tank. Még úgy is, hogy jött rá patch, ami elvileg buffolta. Kalapszar. Mondom is miért. Ébren szalvázol, van egy turret, egy torony, aminek papíron van 750 mm páncélja frontból. Jó hangzik, papíron? Papíron, igen. Gyakorlatban
Csak a géppuska nem viszi át. Ajaj. Főfegyverzet egy 30 mm-es dupla gépárgyú. Sebzés egy olyan 70 átütő lövésenként. Ez még szép és jó. Másodlagos fegyverzete ATGM kilövő rendszer. Ez úgy néz ki, hogy 12 rakétát egymás után kilőhet. Utána viszont van egy durva 60 másodperces újratöltési idő. Viszont a rakéta az úgy van megcsinálva, mint például most jelenleg a játékban levő Slingfire, amelyik a ATGM-et úgy tudja kilőni, hogy először fellövi az égbe, és x méter után kanyarodik csak le. Na már most ez azt a hátrányt adja az IVDS-nek, hogy közelharcba lószart nem ér, ha szabad itt fogalmaznom. Nem tud semmit csinálni, mert előtted van közvetlenül a tank, 50-100 méteren belül ATGM-mel nem tudod megsebezni. Mert az ATGM, mire lekanyarodik, az becsapódik a ellenséges hadjármű mögött egy olyan 20 méterrel. Az szép, és akkor kb. Ez a nagyjából így a végszó, mert úgy nézem, hogy időben nagyjából elértük azt a fél órás keretet. Egy a lényeg, hogy lesz foglalkozó az Armored Warfare-rel is. Srácok, itt legalább kettőnk ártal, mert igazából más nem nagyon ismerek ebből, aki az Armored Warfare-ből videózik. Ezt egyenlőre ketten fogjuk csinálni. Időközönként, hogy milyen időközönként lesz, nem tudom megmondani előre. Majd kiforra magát még a történet. Addig is komment mezőbb igazából válik a megjegyzés mindenkitől, mert kíváncsi vagyok rá, hogy ki hogy fogja a dolgot lereagálni. Én a magam részéről megköszönném a figyelmet, és Shadow Gruff voltam, sziasztok! Szervusztok!